Hogyha bevásárlásból haza akarjuk vinni a termékeket, amiket megvettünk, akkor három főbb opció van, hogy miben cipeljük haza. Az egyik a vászonszatyor, a másik a nejlonzacskó, a harmadik pedig a papírszatyor. Mégis melyik az, ami a legkevésbé terheli a környezetet, és melyik az, ami a leginkább? Bár evidensnek tűnik a válasz, mégis nem ennyire egyszerű a kérdés, úgyhogy erre a kérdésre fogjuk keresni a választ ebben a videóban. A műanyag tűnik a legkörnyezetszennyezőbbnek, mégis a legtöbb helyen műanyag csomagolást használnak. Miért van ez? Az egyik válasz az, hogy könnyű. A másik, hogy védi a szennyeződéstől, illetve a baktériumoktól és mikroorganizmusoktól a terméket, főleg az élelmiszereknél fontos ez. Könnyebb vele az élelmiszerek adagolása, tárolása, és könnyebb a szállításuk is. Továbbá, ami még nagyon fontos, hogy tovább megőrzi műanyag zacskóban a minőségét egy adott élelmiszer. Na de miért nem jó a műanyag csomagolás? Azért, mert az 50%-a az előállított műanyag csomagolásoknak a hulladékban végzi, mivel ezek egyszer használatos eldobható csomagolások. 2015-ben csak Amerikában 78 millió tonna csomagolóanyag került a hulladékba, ami a szilárd hulladéknak a 30%-át teszi ki. Egy 2018-as kutatás szerint a strandokon található hulladékoknak a 86%-a egyszer használatos műanyagból származik. Ezen kívül még egy hatalmas probléma a műanyag szemetekkel, hogy az óceánba kerül, és az óceánban összeáll ilyen szemét szigetekké, amikről már biztos hallottatok ti is, de ez a fizikai szennyezésen kívül még egy hatalmas problémát okoz. Ugyanis ezek a műanyagok alkotóira esnek az évek során, és így bekerül az élőlényeknek, az ott úszó halaknak például a szervezetébe. Így, hogyha tengeri halat eszel, akkor nagy eséllyel jut az emberi szervezetbe is, a te szervezetedbe, és így mérgezed saját magadat is a műanyag hulladékokkal. Bár ezt a mértékű környezetszennyezést nem nagyon lehet számokban mondani, de az Európai Bizottságnál megpróbálták ezt pénzbe valahogy átszámolni. Azt mondják, hogy 13 millió eurónyi kárt okozott eddig a műanyag szemétnek a tengerbe jutása csak a tengeri ökoszisztémában. Az, hogy az egyszer használatos műanyagok nagyon rosszat tesznek a tengeri ökoszisztémáknak, a környezetnek úgy általánosságban, ezt mindenki nagyon régóta tudja. Viszont csak 1-2 éve vezettek be az EU-ban olyan korlátozásokat és büntető adókat, amik ezt valamilyen szinten kordába tartanák. Ennek ellenére az EU-ban 100 milliárd műanyag zacskót használnak el évente. De nézzük mégis, mivel lehet helyettesíteni, milyen alternatívái vannak ezeknek a műanyag zacskóknak. Ha nem is a csomagolásban, de legalább a bevásárolt termékeknek a hazaszállításában. Lehet zacskót csinálni papírból, vannak a biopolimer zacskók, illetve vannak a vászon vagy pamut szatyrok. Egy pillanatra még térjünk vissza arra, hogy hogyan készülnek ezek a műanyag zacskók, a hagyományos fajták. Ezek a műanyag zacskók polietilénből készülnek, ami egy kőolaj származék. Az olajtermelésnek a 4%-ából készül műanyag zacskó. De mégis hogyan néz ki ezeknek a műanyag zacskóknak az előállítása? Hát először is kitermelik a kőolajat, aztán elszállítják a finomítóba, a finomítóban finomítják, majd a finomítást követően átszállítják egy műanyag gyártó üzembe az alapanyagot. Itt nagy nyomáson és magas hőmérsékleten megolvasztják, illetve szétválasztják a műanyagot, így különböző célokra tudják majd felhasználni a különböző fajta alapanyagokat. Ehhez adnak adalékanyagokat, majd formázzák, dizájnolják, csomagolják, majd tovább szállítják a végfelhasználókhoz, vagy a boltba és a más üzemekbe, ahol ezeket felhasználják. Szóval így néz ki a hagyományos műanyag zacskóknak a gyártása. Most pedig evezünk át kicsit kuszább és kevésbé tiszta vizekre. A biopolimerek világa. A legtöbben úgy gondoljuk, hogy ez természetes anyagokból készül, és le is bomlik a természetben. Na, ez egy nagy tévedés. A biopolimer természetes anyagból készül, és vagy biológiailag lebontható. A műanyag lehet fosszilis, illetve bioalapú, illetve lehet biodegradálható, vagy nem biodegradálható. A fosszilis alapú és nem biodegradálható műanyag az a sima nejlon zacskó például.
Szóval minden, ami ezen a kategórián kívül esik, az biopolimer. Bár a legtöbben úgy gondoljuk, hogy a biopolimer az bioalapú és biodegradálható, ettől függetlenül azokat is biopolimernek hívják, ami például fosszilis alapú, de biodegradálható, vagy például természetes alapanyagú, tehát bioalapanyagú, viszont nem bomlik le. Most pedig nézzük meg, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai a különböző anyagokból és különböző eljárásokkal készített szatyroknak. Először nézzük a biodegradálható és bioalapanyagból készített zacskókat. Az egyik nagy előnye az, hogy nem fosszilis alapanyagból készült, a másik pedig az, hogy a környezetbe kijutva idővel elbomlik. Viszont rengeteg negatívuma is van ennek a fajta zacskónak. Az egyik az, hogy ezek jellemzően kukorica keményítőből készülnek, és a kukorica termelésnek hatalmas a helyigénye, illetve a vízigénye is. Ennek a kukoricának az előállítása ugyanannyi tápanyagot, ugyanannyi vizet és ugyanannyi helyet igényel, mint az élelmiszeripari kukoricának a megtermelése. Továbbá a zacskónak a gyártásához is rengeteg vízre van szükség. Továbbá különböző vegyszereket is felhasználnak a termesztés, illetve a gyártás során, például műtrágyát, növényvédőszereket, illetve adalékanyagokat a gyártás során. Továbbá ezeknek a biopolimereknek a lebomlása nagyon sok idő, és metán szabadul fel a lebomlás közben, ami üvegház hatást fokozó gáz. Még ami mostanában egy viszonylag népszerű alternatíva, az az újrahasznosított műanyagból készített műanyag zacskó. Ezek a zacskók is tulajdonképpen fosszilis alapanyagúak, viszont annyi az előnye a hagyományos kőolajból készített zacskóval szemben, hogy ezek már egyszer voltak használva, és újra használjuk ugyanazt a fosszilis alapanyagot. Így ugyanannak a fosszilis alapanyagnak nő az életciklusa, csökken a CO2 kibocsátása, és kevesebb hulladék kerül a természetbe. A következő nagyon népszerű alternatíva az a papírzacskó, aminek az a nagy előnye, hogy nem fosszilis alapanyagból készül, illetve újrahasznosítható. Viszont egy negatívum az újrahasznosítás mellett, hogy az újrahasznosításhoz különböző vegyszereket kell használni, főleg a tisztítási folyamat miatt. Mert ahhoz, hogy újra tudják hasznosítani, ahhoz meg kell tisztítani. További negatívum, hogy emiatt fákat kell kivágni, és ez hatalmas területet érintő ökológiai károkat okoz. Még egy hatalmas probléma a papírzacskókkal, hogy a gyártásához hatalmas mennyiségű vízre van szükség. Egy egységnyi pépnek az elkészítéséhez 400 egységnyi víz kell. Hogyha pedig fehéríteni akarják ezeket a papírokat, akkor ehhez még vegyszereket is fel kell használni. Továbbá rengeteg energiát használnak föl a gyártása során, a melegítéshez, szárításához, illetve a vágásához. Továbbá van néhány technikai hátránya is, mint látjátok, hatalmas egy ilyen zacskó, sokkal nehezebb elrakni kis helyre, nagy a helyigénye, illetve hangosan zörög. Ez két olyan dolog, ami miatt kevésbé viszed magaddal mindenhová, és kevésbé fogsz ebben vásárolni. Illetve még egy hatalmas probléma vele, hogy könnyen szakad. Emiatt sokkal kevesebbszer fogod felhasználni, és ezért sokkal hamarabb eldobják. És végezetül a vászon, textil vagy pamut szatyor. Ennek az a hatalmas előnye, hogy nagyon-nagyon sokszor lehet újra használni, akár 50-100 alkalommal is. Viszont egy hatalmas negatívum, hogy 680-szor annyi vizet kell felhasználni 1 kg-nyi vászon szatyornak az elkészítéséhez, mint az 1 kg-nyi műanyag szatyornak az elkészítéséhez. Továbbá különböző vegyszereket, tisztítószereket és festékanyagokat használnak föl az előállításához. Ezeknek a különböző alapanyagokból és különböző eljárási technológiákkal előállított szatyroknak a környezeti terhelése három fő szennyezési területből áll. Az első az az alapanyagnak az előállítása, a második a gyártási folyamat, a harmadik pedig a hulladékkel válás, vagyis az, hogy mi történik a termékkel és hogyan szennyezi a környezetet, miután már nem használjuk. Ezt a hármat együttesen nézve egy 2020-as és 2021-es kutatásból mutatok most táblázatokat. Ezekben a táblázatokban az látszódik, hogy a különböző kibocsátások és szennyezések terén hogy viszonyulnak egymáshoz a hagyományos műanyag, a biológiailag lebomló műanyag, a papír, illetve a textil tasakok.
Ezt most különösebben nem olvasnám föl nektek, mert látjátok úgyis a kijelzőn, hogyha gondoljátok, akkor itt állítsátok meg a videót. Nagyon érdekes, egyébként a leírásban is megtaláljátok ezeket a táblázatokat, külön a kutatással együtt. Ebben a táblázatban pedig a különböző bevásárló táskáknak a környezet terhelésének az összehasonlítását látjátok. Ebben a táblázatban, ami sötétebb, az a rosszabb, ami a világosabb, az pedig a jobb a környezet szempontjából. Tehát a sötétebb károsabb, a világosabb kevésbé káros. Amint látjátok, minél több a sötétebb rublika, annál rosszabb a környezet szempontjából, és minél világosabb az egész, vagy minél több a világos szürke, annál jobb a környezet szempontjából, tehát annál kisebb a környezeti terhelése egy adott alapanyagból készült zacskónak. Most pedig nézzük a megoldásokat. Az első, ami egy kicsit idealista, hogy ne használjunk semmiféle szatyrot, meg csomagolóanyagot, ez tényleg nem egy megoldható dolog, de alapvetően ez lenne a legjobb. Hogyha viszont használunk, akkor egy adott csomagolást, egy adott szatyrot, azt minél több alkalommal használjunk, mert így eloszlik a környezeti terhelése. Továbbá nagy előrelépés lenne, hogyha a gyártás során zöld energiát használnának, kevesebb vegyszert használnának fel a gyártáshoz, hatékonyabban és energiatakarékosabban gyártanák le ezeket a szatyrokat, illetve fontos az is, hogy jól válasszák meg az alapanyagot, ugyanis minden alapanyag szennyez, csak az a kérdés, hogy hol, mikor és mennyit. Ezért lenne fontos az, hogy ezen irányú kutatásokat támogassák, illetve hogy a kutatók összedolgozzanak és kitaláljanak egy jó megoldást erre a problémára. Illetve az is fontos, hogy mi történik a használat után ezekkel a termékekkel, tehát a hulladékgazdálkodás kérdése is nagyon fontos. Továbbá az sem mindegy, hogy te hová dobod ezeket a szemeteket. Éppen ezért fontos lenne, hogy mindenki felé megfelelően kommunikáljanak, így tudják majd, hogy hogyan használják, hogyan dobják ki, és melyiket használják, melyiket válasszák ezek közül. Én megpróbálok ezzel segíteni, úgyhogy most egy záró szóként megpróbálom összeszedni, hogy milyen esetekben melyik zacskó lenne a megfelelő választás. Hogyha teljes mértékben megújuló vagy geotermikus energiát használnak fel a gyártáshoz, akkor a bioműanyag sokkal jobb választás, mint a hagyományos műanyag zacskó. Hogyha az újrahasznosítás a domináns hulladékgazdálkodási módszer, akkor az újrahasznosított zacskó a legjobb választás, főleg, hogyha a lehető legtöbbször használod fel ezeket a zacskókat. Hogyha a hulladéknak a nagyobb hányadát lerakóba helyezik, akkor pedig inkább a biológiailag degradálódó, tehát biológiailag lebomló szatyrok a megfelelő választás, ugyanis hogyha kikerül a környezetbe, akkor ez okozza a kisebb szennyezést. Az egyszer használatos műanyag zacskók szemetelési potenciál tekintetében rosszabbak, mint a többi zacskó, viszont néha így is jobb választás, mint a bioalapú, mivel más környezetvédelmi szempontokból utóbbi rosszabb értékeket mutat. A pamut táskák csak akkor lesznek környezetbarátabbak, hogyha legalább 100-150 alkalommal használod őket, illetve hogyha a hulladék ártalmatlanítást, az égetés, illetve az újrahasznosítás dominálja. A papírzacskók esetében több feltételnek is teljesülnie kell ahhoz, hogy biztosan jobb eredményt érjünk el, például a tiszta energiával történő gyártás, a többszöri felhasználás, a hulladékégetés, vagy az újrahasznosítás és újrafelhasználás. Annak ellenére, hogy Magyarországon a hulladék ártalmatlanításban nem az újrahasznosítás a számottevő, úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás, hogyha egy vászontáskát raksz be a táskádba, és azzal mész el vásárolni, én is így szoktam, és ezt javaslom mindenkinek, fontos, hogy a lehető legtöbbször használjad a vászontáskát mindenféle egyéb szatyorral szemben. Ha lehet, akkor akár 500-szor, 1000-szer is használd ezt, minden vásárlásnál használd a vászontáskádat, mert így lesz kevésbé ártalmas a környezetre nézve, mint egy hagyományos nejlonzacskó. Ezzel pedig a végére is értünk a témának, hogyha szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson ez a videó, és segítenéd egy kicsit a munkámat, akkor kérlek, oszd meg ezt a videót, és jutasd el minél több emberhez te is. Én megpróbáltam segíteni nektek ezzel a videóval, hogy könnyebb legyen választani a rengeteg opció közül, ami elénk tárul a mai világban, úgyhogy remélem, amikor legközelebb a boltba mész,
akkor már a megfelelő módon tudsz gondolkodni erről a témáról. A komment szekcióba írjátok le, hogy ti milyen zacskót használtatok eddig, és ezután a videó után miért fogtok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hány embernek sikerült megváltoztatnom a véleményét erről a témáról. Vagy legalábbis egy kicsit felnyitni a szemét. Hogyha mélyebben érdekeltiteket a téma, akkor megtaláljátok a kutatásoknak a linkjét a leírásban, mindent, amit felhasználtam, azt lerakok oda a leírásba. Nézzétek meg, kutakodjatok benne, nagyon érdekes kutatások. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a legközelebbi videóban. Én Benedek voltam, sziasztok! A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.